Biztonságban Egerben. Ezzel az elnevezéssel indított kampányt az Egervárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Annak érdekében, hogy a helyi vállalkozásokat, valamint az egy napra a városba érkező turistákat segítsék. A kezdeményezéshez a 25 egri étterem, kávézó és cukrászda, valamint ajándékbolt mellett az Eger magánszállás helyeinek egyesülete is csatlakozott. Tagjai vagyunk a Turinform Egyesületének, ezért teljes mértékben támogatjuk az elképzeléseiket. Szerettük volna Eger népszerűségét ebben a nehéz időszakban is megőrizni, ezért összegyűjtöttünk olyan szolgáltatókat, akik akár egy napos kirándulás alkalmával is tudnak szolgáltatásokat nyújtani a vendégeknek. Természetesen a legnagyobb biztonságban. Hozzátette, jelenleg a magánszálláshelyek is nehéz helyzetbe kerültek, sokan teljesen bezártak. Mint mondta, jelenleg csak az üzleti vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhatják, amely, mint fogalmazott, szinte teljes bevétel kiesés jelent számukra. Töröcsik Gábor, az Egervárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a kampány célja többek között, hogy az elvitelre kiszolgáló vendéglátó egységeket a városba érkező turisták figyelmébe ajánlják. Emellett pedig összegyűjtöttek főként szabadtéri látványosságokat is, azért, hogy a látogatókat területileg is széthúzzák. Egyrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy ahogy Magyarországon mindenhol nagyon sok minden zárva van, tehát alapvető komfortérzetet biztosító szolgáltatások zárva vannak, mint mindenhol, viszont egyrészt, hogy hol étkezhetnek, tehát hogy elvitelre természetesen, másrészt, hogy milyen látványosságokat tud Eger ilyen helyzetben is nyújtani, és ebből is összegyűjtöttünk több mint 20-at, és még a környéket is ajánljuk. Hozzátette, bíznak benne, hogy a kampánynak köszönhetően fenntartják az Eger felé irányuló utazási kedvet, továbbá remélik, hogy a jelenleg még csak egy-egy napra érkezők, később a korlátozások feloldásával visszatérnek majd, és akár több napot is eltöltenek Egerben.